előttünk áll a nagy hét, és én megmondom őszintén nektek, hogy ez a kedvenc időszakom. Mert karácsonykor sokszor úgy érzem, mintha magamra kellene erőltetni valami karácsonyi feelinget, valami hangulatot. A nagy hét ezzel szemben olyan csupasz, olyan igazi, olyan valóságos. És hát talán gondolkodtatok már rajta, hogy itt van a nagy hét, de hát tanulni kell, zárt helyi van, és jön ezzel kifogás, hogy miért nem lesz időm arra, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat ott legyek. Még valaki lehet, hogy meg is kérdezi az ismerős atyát, hogy ugye ez nem kötelező. És hát jó hírem van, tényleg nem kötelező. Mégis az a tapasztalatom, hogy az egyház talán tudatosan nem írja elő kötelező ünnepként, mert a szeretetet nem lehet megparancsolni. Hogyha máshonnan kezded el nézni, mekkora megtiszteltetés, hogy Jézus a barátjának nevez téged, és a barátjaira számít. Azt akarja, hogy ott legyünk vele, amikor megmossa a lábunkat. Amikor megmossa a tanítványainak a lábát. Ott legyünk vele, amikor vérrel verejtékezik, és azt mondja, hogy még egy óra azt se tudtatok virasztani velem. Ott legyünk vele, amikor a kereszt alatt Mária és János látja, hogy felkiált szomjazom. Jézus szomjazik a szeretetedre. Szomjazik arra, hogy ne garasoskodj, ne mérd ki az idődet, hanem egyszerűen ez az időtlenségnek a napja, ez a három nap. Az ő órája, Krisztusnak az órája, megdicsőülés órája. Amikor ott látsz vele a kereszt alatt, mint a legjobb barátjai. Tudod, nagyon sokan elhagyták, de aki igazán szerette őt, és aki igazán számított, ott volt. És tudod, azon a hajnalon, amikor feltámadt, azok ismerték fel először az ő dicsőségét, akik a kereszt alatt is ott álltak. Gondolj Magdolnára. Gondolj Jánosra, aki futott és elsőként ért oda, és látta a lepleket. Óriási lehetőség, hogy ezen a három napon, a szent három napon nem érd az időt, hanem legyen minden az Istené. Legalább egy évben legyen három olyan nap, amikor megáll az idő, amikor belefeledkezel az Isten jelenlétébe, amikor az az óra valóban Krisztusé lehet. És azt gondolom, hogy ha odaadod, meg fogod tapasztalni, hogy mit jelent az a minden porcikádat átható valóság, hogy a tested az örök életre lett rendelve, a feltámadásra, hogy a tested olyan lesz, mint Krisztus megdicsőült teste. Hogy lehet, hogy érnek néha sebek az életedben, de mint ahogy Jézus megmutatta a sebeit, azok a sebek nem tűntek el, de már ragyognak. A feltámadás a te életedről szól, a te életed érinti, a te fájdalmaidról szól a nagy péntek, és arról, hogy ezekbe a szenvedésekbe nem kell beleragadni. Nem az a legnagyobb történés, hogy te vétkeztél, hanem az, hogy Krisztus ezt a pillanatodat is megváltotta. Te életedért jött, azért, hogy új emberré tegyen, hogy a halálból föltámasztod, hogy a halálból föltámaszom, hogy új életet kezdhessél, hogy ne legyél az, mint aki tegnap voltál, és tudjátok, erről szólt ez az egész nagybőjti áldozat. Egész bőjtöd, az imádságot, az irgalmas szeretetet, amit gyakoroltál, arról szólt, hogy most ezt a gyümölcsöt hozza meg, a változásnak, az új életnek a gyümölcsét az életedben. Hát kívánom nektek, hogy húsvét után megtapasztaljátok, hogy érdemes volt. Mert Jézusnak a tanítványai, felolvasok egy jó mondatot. Messiás titkát, a szeretet titkát azt kezdi megérteni, csak annak nyílik meg a szeme, aki nem áll meg félúton, aki követi Jézust a Golgotáig. Ott ragyog fel teljes fényességében a szeretet titka. Hát Székely János püspök atyának ezzel a gondolatával bátorítalak benneteket az utolsó futamra, igazából a legszebb napokra, ami nagybőjtnek a kicsúcsosodása számotok.